Ezek a malacok 5 hónap múlva már a vágóhídra kerülhetnek. Lőrinc Klára ludasi tenyésztő szerint azonban kérdéses, hogy novemberre mennyi lesz a disznó. Az elmúlt években ugyanis a mezőgazdasági tárca rossz minőségű behozatali hússal próbálta lenyomni az árakat. Ilyen pangás van a piacon, nekünk ez mostan nagyon jó jön. Most a kormányalakítási tárgyalásokkal vannak elfoglalva a politikusok, közben a piacon hiány alakult ki hízó sertésből, ezért a hazai vágójószág ára folyamatosan emelkedik. Mi most per pillanat 190 dinári fogunk volna szállítani, de szép árakat kaptunk, 15-20 dinárra többet kapunk mindig a közönséges fővásárlási ártól. Ez abba kötelez bennünket, hogy kidolgozott időperiódusok közönként meg van beszélve a hentesekkel, hogy mikor, kinek szállítunk, és akkor mi garantáljuk a mennyiséget, a minőséget. A kis tenyésztők mára már felszámolták a sertéseket. Kevesen foglalkoznak ezzel az ágazattal. Korábban ugyanis a takarmányárak növekedtek, a sertés ára viszont nem változott. Nagyon sok tényezőnek a következménye, hogy nincs elég vágójószág. Egy az, hogy a takarmányára, a kukorica árpa egész évben magas volt, most még rárakott a szója is, de nem csak a szójának alapozhassuk ezt, tehát meg a premixek, a mindennek az ára megy. Az minden euróhoz van szabva. Az üzletekben már 10%-kal emelkedett a sertéshús ára, a napokban további 10%-os árkiigazítás várható. Nem csak a sertés drágul, 1 kiló csirke már 300 dinár körül van, a marhahús pedig kilogramonként meghaladhatja a 800 dinárt is.